az immáron hatodszor megrendezett rákosmenti kórus találkozón. Vannak közöttetek olyanok, akik most már több éves, sőt olyan iskola is, aki hatodszor vesz részt a találkozónkon. Őket nagyon-nagyon-nagyon megkülönböztetett szeretettel köszöntjük. Vannak köztünk olyanok, akiknek az iskolája az első találkozókon itt voltak, aztán néhány évre érzékeny búcsút vettünk tőlük, de most ismét körünkben köszönhetjük őket. És van két olyan iskolánk, aki kerületen kívül érkezett vendégségbe a mai napon hozzánk. Közöttük az egyik kórus nagyon messziről érkezett, és iskolánk testvériskolája, a Szegedi Gregor József Általános Iskolát köszöntjük, mert köreimben nagyon-nagyon megtaláltam. És a másik iskolák, hogy kicsit távolabbról érkeztek hozzánk, ők a tankerület általános iskolája, viszont a 10. kerületből érkeztek, nagy szeretettel köszöntjük szintén első alkalommal a Kőbányai Szentpéter Általános Iskolát. A szeretettel köszöntök mindenkit. Kriszti elmondta előttem, hogy ki mindenkit köszöntök. Én inkább úgy fordítanám ezt le, hogy nagyon sok szeretettel köszöntök minden énekes, minden éneket szerető gyereket, és azokat a pedagógusokat, akik felkészítettek benneteket erre a mai napra. Különösen nagyon-nagyon-nagyon örülök annak, hogy a testvériskolánk, a Szegedi Gregor József Általános Iskola is itt van a kórusával, hiszen az országon két Gregor József Általános Iskola van, és ez a testvérkapcsolat immáron évek óta nagyon jól működik, és többször is találkoztunk már, tavaly mi voltunk náluk, az idén pedig ők jöttek hozzánk. Nem szaporítom tovább a szót, mert köszönjük azt, hogy a pár szót mondhatok. Hát akkor szóljon az ének, és mi boldogan hallgatunk benneteket. Thank you.
Nem csak végül, mert Kriszti nénitől ezt az instrukciót kaptuk. Én is ide jártam, és mindig izgulok, hogyha itteni esemény megnyitásában vehetek részt, és akkor tudok rövid lenni, hogyha leírt szövegemet olvasom, kérem fogadják szeretettel. Szeretettel köszöntöm én is a résztvevőket, akár szereplők, akár nézők itt a 6. Rákosmenti kórus találkozó alkalmával. Jó érzés ma itt lenni öreg diákként és azt látni, hogy a régi iskola ilyen nagyszerű társaság vendéglátója és fogadója. És egyébként is minden olyan programon szívesen veszek részt, ahol az országban, világban sokfelé sikert arató kerületi művész közösségek, most éppen kórusok egymásnak is bemutatkoznak. Mi nézők, hallgatók pedig ennek a nagyszerű élménynek a részesei lehetünk. Ilyen tud lenni egy képzőművészeti kiállítás is, de a kórus találkozó számomra biztosan még ünnepibb és örömtelibb esemény. Főleg, hogyha a vendégek között a Szegedi Testvériskola diákjait is üdvözölhetjük, akikkel Gregor József tisztelete és emléke fűz össze minket. És Marika nénit is üdvözöljük általatok. Iskolánk, ha most nincs itt. Iskolánk több mint 60 éves zenetagozatának elindítója, Kodály Zoltán gondolata szerint a zene lelki táplálék és semmi mással sem pótolható. Ezt a táplálékot, a zenét és az éneket nem csak pótolni nem lehet, de túladagolni sem. És ma bőségesen kapjuk ezt tőletek ajándékként. Nagyon szépen köszönjük nektek, fellépőknek, szervezőknek, házigazdáknak és vendégeknek, és én most tisztelettel és örömmel megnyitom ezt a kórus találkozót. Köszönöm.